Üdvözlök mindenkit egy új résszel. Ez a rész most az Alfa Romeosoknak fog szólni, sőt azon belül a Twins Parkosoknak fog szólni, mivel hát itt a Twins Park motornak, a 16 szelepes motornak a vezérlés módosítójáról van szó, úgyhogy mert a 8 szelepesbe abban nem nagyon ment tönkre. Az egész motor amúgy egy ilyen nagyon-nagyon jó motor volt, a 8 szelepes, de a 16 szelepes az hát kicsit érdekes, az figyelést és törődést igényel, és hozzáértést, ezt nem lehet csak úgy ám használni. Na, nézzük ezt a vezérlés módosítót, hogy mi irányítja, meg hogyan is működik nagyjából. Ami van így bennem, így tudás, az így mind a tapasztalat, nem ilyen könyvből tanult valami, úgyhogy lehet, hogy lesznek benne hibák. Hogyha ti többet tudtok, mint én, akkor majd a komment szekcióba írjátok le, hogy mi, hogyan, meg például hogyan lehet felújítani, meg ilyesmi. Úgyhogy én elmondom, amit tudok, és akkor majd ti is tegyetek hozzá a kommenteknél, hogy is van ez az egész. Segítsünk egymásnak. Először is itt van a két szerkezet. Ez a vezérlésmódosító, ez itt a vezérlésmódosítónak az irányítója, ami hát itt adja neki a motorvezérlő a jelet, ez kinyit, és egy olajjáratot megnyit, ami megy a vezérlésmódosítóhoz, itt bemegy a kis likon, és akkor nyomást ad neki, és elfordul a vezérlésmódosító. Először is én ezt a vezérlőt nem akarom itt az angol nevén nevezni, nevezem végig vezérlőnek. Én ezt a vezérlőt kicseréltem, és nagy meglepetésemre sokkal jobb lett az autó, úgyhogy nem csörög annyira, szóval nincs annyira dízeles hangja, hanem sokkal finomabban is, és hát most konkrétan melegen úgy jár, mint egy bármelyik másik benzines, úgyhogy most nagyon szépen működik, és úgy néz ki, hogy ő volt a hibás, mivel nekem itt a csatlakozónál itt folyt kifele a motorolaj. Itt, innen belülről. Nem jobbról, balról, akármi, hanem innen belülről. Úgyhogy belülről van valami repedés, törés, vagy anyagfáradás, vagy tömítés probléma, nem tudom, valami ilyesmi baja van, innen jön ki. Aztán van még neki olyan hibája, mivel ez egy mágnes tekercs, ez egy elektromágnes, és tud benne szászakadás lenni, aztán mutatom tovább. Először is, ha vizsgáljuk ezt a szerkezetet, akkor előkapunk egy multimétert, és megnézzük, hogy van-e szászakadása. 200 ohmra tekertem, és megnézzük, hogy hány ohmos a tekercs. Én ezt már mértem, és hogy csináljam, hogy lássatok mindent. Mutatja a 10,5 ohm. Ez a példány. Ez a darab, ez egy késői Twins Parkból való, ez egy 2008-as 147-es alfából való, ez ment tönkre, a 2008-as. Ez itt úgy van megoldva, hogy nyilván ez itt lejön, vagy nem jön le? Ja nem, ez nem az a fajta, hogy lejöjjön, hanem itt ez a gumi, ez tud itt vándorolni rajta. Össze-vissza, és ez csinálja igazából a szigetelést, meg itt is van még egy ilyen gumikarika, ami el van már laposodva, de mindegy, szóval ez a gumi itt beül, lefele is le tud menni, fölfele is fel tud menni, ez is ki tud jönni, ez is, úgyhogy ezt így szét lehet így szedni, és ki is kell ott takarítani. Nekem jött az olaj, azt hittem, hogy itt jön, meg hogy mindenütt jön, de nem, itt is jött meg, igazából mindenütt jött, de a meglepetésem az volt, hogy itt
a csatlakozón keresztül a lyukból jött ki. Aztán, ha tovább vizsgálódunk, ez egy injektornak a csatlakozója. Ezt rápattintom. És ha itt adunk neki áramot, én most konkrétan egy ilyen 400 milliamper és 12 volt, ezt így kimegy, és nem húzódik vissza. És erővel kell visszanyomni, úgyhogy valami szorul. Ennek vissza kéne ugrania. Ez a pöcök, mikor kiugrik, akkor egy ilyen kis fityulát, egy kis dugattyút mozgat a szívósornál, és hát azt majd megmutatom kint, mert az kint van, mert az koszos. Úgyhogy ennek ilyen baja is van, hogy nem akar visszamenni. Ha megfordítom a polaritást, akkor is ugyanúgy kicsapja, de akkor sem megy vissza. Úgy kell visszalökni, visszanyomni, úgyhogy hát ez már nem akar úgy működni, ahogy én szeretném, ennek vissza kéne ugrania, mihelyest ez igazából, mikor ez kijön ez a pöcök, akkor vált a vezérlés, mert akkor egy dugattyút megtol lefele. Na, hát ez erről ennyit, úgyhogy nézzük meg, hogy mit tol lefele, és ott is, hogy mik lehetnek a hibák. Ahhoz ki kell mennünk. Na, kijöttem. Itt van a szívósor, vagy ez közvetlen a hengerfejre csatlakozik. Itt van a injektoroknak a helye. És itt van a vezérlőnek a helye. Ide megy be. És itt vannak az olajjáratok. És ezért van az, hogy a Twin Spark motornál, hogy látszik is, itt is látszik, hogy viszonylag tiszta, 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 és itt meg ez meg olajos. És azért olajos, mert itt a tömítés mellett itt is tudja enni az olajat, mert ezek itt olajjáratok. És itt szépen a tömítés mellett itt átszivárog, és az egyes hengernél megeszi a kocsi az olajat, és itt is amúgy. Szóval nem mindig dugattyúgyűrű meg ilyesmi, hanem nagyon sokszor ezt a tömítést, ezt a szívó oldali tömítést kell kicserélni, szépen megtakarítani, kicserélni, mert itt szépen bemegy az olaj és megeszi. Amire még figyelni kell, az itt gyönyörűen látszik, hogy oda bent ott van az olajsár, és amit nyomogat az a pöcök, a vezérlő, az nem más, mint ez a dugattyú. Ez meg tud szorulni, ez a dugattyú, és egyszerűen benyomja a vezérlő, és bent marad. És utána folyamatosan úgy megy az autó, hogy a vezérlés módosító működik. Úgyhogy olyan is van, meg olyan is van, hogy nem lehet már benyomni. Úgyhogy ennek szépen finoman, simán kell járnia. Meg ezt néha mondom, ki kell venni a vezérlőt, és ki kell takarítani ezt az egészet. Mert ez is egy kicsit ilyen sziruposan jár, olyan, mintha valami a takony lenne benne. Szóval ez se jár annyira szépen, de hát az ember kitakarítja, akkor utána szépen fog járni. Aztán van még egy ilyen szettem, amiben benne is van. És azt én még nem is néztem meg, úgyhogy nézzük meg, hogy néz ki a másik, amit kibontok. Ezt már kibontottam, még nem takarítottam ki. Ebből kiszedtem a másikat, és beleraktam a mostani alfámba. Itt körbe, itt lepasztáztam, és gyönyörűen működik. Úgyhogy az előző az úgy néz ki, az hibás volt. Itt elvileg amúgy nincsen olajnyomás, meg ott van egy ilyen kis járat,
ott egy olyan kis lyuk, és ott van a visszafolyója, úgyhogy itt elvileg nincsen nyomás, nem tud kijönni az olaj, de mégis kiszivárog egy kicsit, ez a könnyezik kifele, és hát ezért szokták itt megpasztázni, mert az eredeti gumitömítés, ami van, az hát újonnan még működik, de miután már kiszedtük egyszer-kétszer, utána már valószínűleg nem fogja ellátni a feladatát. Itt lehet látni a következőt, ez egy nagyon-nagyon régi verzió, mert lehet látni, hogy még a régi injektorok vannak benne, és a szívó sor alumíniumból van, úgyhogy ez egy 155-ös alfából való. Úgyhogy, és lehet itt is látni gyönyörűen, hogy itt tiszta olaj, ott is belül. Száraz, 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 ez meg ott belül is mindenütt olajos, mert itt a tömítés mellett ez is szipkázta befele az olajat. Úgyhogy úgy néz ki, szinte kivétel nélkül minden Twin Spark eszi itt az olajat. Hát meg ezt síkba kell csiszolni, mert a tömítés kitart, itt is van egy kis sorja valamiért. Úgyhogy szépen fel tudjon feküdni a tömítés. Na, nézzük ezt, vegyük ki ezt is. Amúgy a csavar nem akar annyira könnyen engedni. Már meglazítottam pedig. Úgy szorul, mintha menetrögzítővel bekente volna valamelyik idióta. Nem tudom miért. Itt miért kell menetrögzítőzni? Az lehet nem jön ki ez a csavar. Be van menetrögzítőzve a másik. Be, ott van rajta menetrögzítő. Hát nem semmi. Nem tudom miért kellett. Mitől félt? Elhagyja? Na jó, ezzel itt elszotyizok, mert érzem, hogy meg akar szakadni a feje. Úgyhogy itt adok neki VD40-et, és oda-vissza elkezdek vele szórakozni, és utána kivesszük. Sajnos nem tudtam megmenteni a csavart, úgyhogy ezt majd be kell vágni. Ezt a csavart, és akkor utána majd egy marha nagy lapos fejű csavarhúzóval majd kitekerem, és utána meg csavart jó messzire elhajítom, és kitakarítom a menetet, hogy kijöjjön belőle a menet rögzítő, és úgy fogom majd visszarakni, hogyha szükségem lesz rá. Úgyhogy ez napolás, ez majd, ha lesz hozzá szerszámom, akkor majd kiveszem ezt a csavart, mert ez itt, ennek itt vége van. De az előzőbe is ugyanúgy beleszakadt, ebbe is beleszakadt a csavar, abba, és abból is ki kellett műteni, akárcsak ebből, mert egyszerűen nem tudják zsírral összerakni, vagy valami, hanem bele kell menet rögzítőzni, nem tudom. Ha sokan úgy vannak vele, jaj, ha már vettem egy doboz menetrögzítőt, akkor el kell használni, és akkor minden menetrögzítőzni kell, a futóműcsavarokat, meg mindent. És akkor utána meg csodálkozik a következő ember, hogy miért szakadt bele az összes csavar a futóműbe. Az előző így kijött, ez nem akar így se. Inkább elgörbül a bitfej. Peace.
Na, hát ott van, így szépen így lejön. Van itt még egy alátét, ahogy látom. Na, és itt van a régi fajta. És nézzük meg, mi van oda bent. Ó, ez egész tiszta. Jól mondtam én ezt a régi motort, ezt. Jó, a szelepfedél már raktam rá a másikat, de ez egy nagyon-nagyon régi motor. És nézzétek, csak a sok olajcsere az ott van, egy nagyon picike kis kosz van ott. De a többibe iszap volt belül. Itt van a kis munkahengerecske, ami... amit kibejárkál. Na hát ezt egy kicsit eltakarítom, és megnézzük, hogy mit csinál, hogy dolgozik. Hogy tegyem el tartaléknak, vagy működik-e, vagy mit tudom én, ilyesmi. Na hát a jó öreg petróleum megtette a hatását, szép tiszta lett. Úgyhogy... megy rá a csati. És itt amúgy látszik, hogy ez ilyen műanyag tömítéses, ilyen bakelitszerű, a másik az meg ilyen gumi. De itt van, lehet nézni a különbséget közben, miközben itt méregetek. Ez azt hiszem 10,5 tized ohm volt. Ez meg... 5 mutatom, nem tudom, látszik-e. Biztos látszik. Ez meg 31, 32. Na nézzük meg, mit csinál áramra. Először adok neki 5 voltot ilyen telefontöltőről, úgymond. Megnézzük, hogy... kicsit jön belőle a kosz belsejéből. Ez is hasonló, és kap 12 voltot. Igen, amúgy ez valószínű 12 voltával van vezérelve, mert ki kell neki nyomnia azt a rugós munkahengert. Igen, és így határozott, így elég határozott. Viszont ezt mintha könnyebb lenne visszanyomni, de mindjárt megnézzük a másikat. Igen, ezt egy kicsit erősebben kell nyomni, hogy visszaugorjon a helyére. Igen, ehhez alig érek hozzá és visszamegy. Na. Még itt bejáratódik. Na ez úgy néz ki, hogy ez egy kicsit jobban működik. Pedig tényleg ez a... tök más az ellenállása amúgy. Na, mi a fene? Nézzétek már! Most. Lehet, hogy csatlakozót nem úgy dugtam rá.
elég nehezen megy rá. Na, mindegy, attól függetlenül úgy néz ki, hogy mintha ez jobban működne. Ez a darab. Nem is az a lényeg, hanem az, hogy ebből itt folyt az olaj. Na mindegy, hát erről ennyit. Nem dobom ki egyiket se, amúgy. Bár ezt vissza már nem fogom rakni, mert tudom, hogy engedi az olajat. Még a másik, hogy ez itt ezen a gumitömítésen, itt könnyedén így forog. Ezt meg amúgy megmozdítani nem lehet. Ez inkább törne szerintem. Ez itt annyira, az is lehet, rá van ragasztva, ez a műanyag. Nem mondanám annyira, nem annyira kemény. Ez ilyen félkemény valami. Úgyhogy ez rá van itt gyógyulva teljesen. De nem is baj, elfér ott rajta. Hosszúságuk teljesen egyforma. Ez van. Na nézzük a vezérlés módosítót. Na itt van a módosító. Itt egy kis olaj. Egy kis olaj kijött belőle. Gondolom a belsejébe van. Hát nézzük meg, mi van benne. Itt van egy gyűrű, ezt ki kell venni, és akkor tud szétjönni az egész. Na így. Aztán itt van a gyűrű, ezt megpróbálom úgy kivenni, hogy ne verjem le a kezem. Oké, és elkezdjük kifele tekerni. Na. Ja, amúgy ennek a lényege az, hogy itt ennek a háza így akadozik benne a körmöm, úgyhogy ez a motor, ez kapott fémreszeléket az olajtér, úgyhogy ez nem igazán jó. Itt van egy rugó, amit ki szoktak cserélni. Amúgy így nem érzik, hogy kottyam. De amúgy ez kottyant. Azt tudom. Hát itt van benne egy fogaskerék, hopp, meg egy alátét, ami rugós. És már nem tudom, hogy volt, mivel nem egyenes az alátét. Szerintem így. És már csak a többinek kéne kijönni. Van ennek a pereme, abban megakad. Amúgy itt nem tudom, hogy átadja a kamera. Megpróbálom. Gyönyörűen látszik, hogy olajnyomásra ez így mozog ez a munkahenger, és elfordul. Ez bizonyos százalékot. Ezt megpróbálom így megmutatni. Hogy nézzetek ki egy pontot, mondjuk itt van ez a ott,
azt a pontot, és akkor ahogy én itt húzom itt felfele, az egész így elfordul. Nem sokat, de fordul. Csak meg kéne próbálni kivenni valahogy, mert itt megakad a vége. Ki kell jönni amúgy, ki kéne. És mögötte van egy tömítés, és állítólag ezt a rugót kell cserélni, meg a tömítést, és akkor úgy fel van újítva az egész, de hát én nem tudom, hogy annak mennyi haszna van, főleg, hogyha ki se jön, itt megakad a zégegyűrűnek a... Ez is ugyanúgy megakad benne, csak annyira pontos az illesztése, hogy nem érzem a kottyát. Itt a peremben megakad. Na, most már kijött mind a két alátét, amúgy kettő van benne. És ahogy látszik a kopáson, a két pereme van megkopva, meg belül a két közepe, úgyhogy ezek valószínű, hogy ezek így vannak, hogy így, ezek így egymáson így billegnek, és így valószínű, hogy így könnyen tud fordulni, hogy ilyen kúposan vannak. Úgyhogy úgy is rakom be. Így biztos, hogy úgy fog bemenni. Így. Itt is látszik, hogy ez volt belül, ez meg kívül. Összerakom és kész. Összeraktam a vezérlés módosítót. És nyilván én ezzel már nem fogok foglalkozni, mert össze van itt darálva itt a külseje. De nekem van egy olyan érzésem, hogy ebben a motorban eddig bármit néztem, minden hibátlan volt. Úgyhogy minden nagyon jó állapotú. Úgyhogy meg hát láttam a vezérműtengelyeket is, hogy mennyire hibátlan állapotúak. Úgyhogy szerintem a vezérlésmódosító is az lesz. Az is jó állapotú lesz. És én arra gondoltam, hogy majd, nem most, de majd valószínű, hogy átrakom a vezérmű tengelyeket abba. Mert a hengerfejet már nem merném átrakni az egészet, mert ez már nagyon régóta áll, és ilyenkor a szelepszál szimeringek szét szoktak menni. Úgyhogy ezt a hengerfejet fel kéne újítani, és csak akkor tudnám belerakni abba. De mondom, elsőnek meg lehetne próbálni, hogy a vezérlés módosítóval együtt a szívó oldali tengelyt átrakni. Mert nagyon jó állapotban van, de hát majd egyszer majd, ha unatkozok meg, úgy látom, hogy van időm, van egy olyan másfél napom, mert nem biztos, hogy egyszerre. Bár amúgy, ha az ember gyakorlott, akkor simán megvan az hamar. Úgyhogy kell venni egy szíjat, kell venni a vezérműtengelynek a szimeringét, ezt a nagyot, mert ilyen nagy megy rá, amikor ez a henger. Úgyhogy azt a nagyot meg kell venni, és kész. Ja, meg egy új szelepfedél tömítés, de az van. Úgyhogy, hát ennyi. Ennyi, ha valami nagyon nagy ötletetek van, meg ilyesmi, akkor írjátok le. És akkor majd kiderül, hogy megvitatjuk, hogy is a jó, meg mint is a jó. Ez viszonylag amúgy, ez egy kényes dolog, ez a vezérlés módosító. Valaki amúgy azt mondja, hogy egy vezérlés szettet alig bír ki, mert már elkezd csörögni, hogy megveszi a zsírújat, és egy olyan 60 000 kilométerenként cserélni kell.
De valaki azt mondja, hogy minden másodiknál, mert neki csak minden másodiknál megy tönkre. Állítólag az olajnyomásnak a mértéke nagyban hozzájárul, hogy most segítsen megóvni, vagy sem. Úgyhogy valószínű, hogy az olyan motoroknál, ahol jó motorolajat használnak, meg esetleg a 1060-as olajat, ott melegebb motornál is nagyobb az olajnyomás, mivel az egész viszkózusabb. Úgyhogy valószínű, hogy mondjuk a 1060-as olajjal sokáig bírja. De ez csak egy tipp. Kíváncsiságból kivettem a régit, a másik régit. Ott van egy kicsit, meg van pasztázva. És még kivettem ezt, és így megnéztem. És hát az az egészben az érdekes, hogy nem tudom, megpróbálok mindjárt valahogy ráközelíteni. Ráteszem erre a flakonra. És megpróbálok ráközelíteni, hogy lássátok, hogy mi is a probléma. Szóval az a lényeg, hogy itt gyönyörűen látszik, hogy össze-vissza van karcolva. Ez most benne volt az autóba. Látjátok? Tiszta karc. Itt ezek a hengerek, amik működnek. Azért, mert ami itt megreked olajsár, ott, azután a később bejut, és ott összekarcolja. Ez a kokszos valami, gondolom, mert hát mi más csinálná ezt, mi más tudná így összekarcolni. Na és annyi, hát ebből kivettem, és ez meg full hibátlan volt. Az meg fényes volt, gyönyörű szép. Úgyhogy ezt a szívósort, ezt el fogom rakni. Mert úgy néz ki, hogy ennek a belseje is biztos, hogy jó. Úgyhogy ha esetleg van valami, és mondjuk ezzel a motorral véletlenül lesz valami, akkor tudom, hogy az a szívósor az jó. Meg ami benne van, kis henger. Hát reméljük nem teszi tönkre a másik, ez az alumínium. Szóval az jó, meg az a vezérlés módosítónak az irányítója, az is jó. Úgyhogy hát itt lehet amúgy legózni. Hát meg itt is ez hogy működik. Megmutatom. Adunk neki 12 voltot. Jó. Na nézzük. Ez így működik, hogy rányomom. Ki gyártja ezeket komolyan? Még így begzizeg. Ez legalább nem marad kint. Na majd meglátjuk most, hogy így köpi kifele az olajat, egyre jobban jár. Na jó. Majd kiderül, mi lesz vele. Na, jó van. Sziasztok, majd írjátok le a komment szekcióba, hogy mit tudtok. Sziasztok!